Sziasztok! Ő itt Laci Ákos, én pedig Zoli vagyok. Sziasztok, Ákos vagyok. Üdvözöllek sok szeretettel. Én is, igen. Bár igazából te kell, hogy köszöntsél engem elvileg, mert ugye mi vagyunk vendégségben itt Pécsett, a Japanese Classic Cars Show-n, és az egyik kis rövid statikus anyagunkat láthatjátok most. A Mitsubishi Evoque sorában itt elvesztünk, de aztán valamire felkaptuk a fegyünket, erre a Coltra itt mögöttünk. Ez egy CZT, igen. Ugye, ha jól tudom? Igen, ez egy 2005-ös gyártású CZT, ami mondhatni a gyártás elején. Aha, és azért ennek az autónak nem csak a külsején vannak ilyen különlegességek, mint például egy gyönyörű BBS felni, meg ez az egészen egyedi matricázás, ami, ha jól tudom, akkor egy valós rally autóról kapta a mintáját. Így van, egy 2006-os Evo-ról. Igen, igen. De itt a beltartalomban is azért némi változás van a gyárhoz képest. Igen, előfordulhat. Igen. Mit tudhatunk erről a beltartalomról, ami itt a motortérben található? Jelenleg, ami a motortérben található, az, amit leginkább kiemelnék, amihez egy kisebb történet is alapul, ugye a vezérlőjéhez. Tehát ha mondjuk 2005 van, akkor ezt a padlólemezt gyártották egyaránt a Smart-tal, a 4-4-ral, és abból volt Brabus, és az volt 172 lovas, vagy 174 ló. Na, ugye az a két paraméter az autónak, csak az ötajtós volt. Szépen ez az autó megkapta azt a vezérlőt. Tehát egy Brabus vezérlő volt ebben az autóban? Vagy van még a mai napig? Ez az a vezérlő, kérlek. Az szépen, ez egy Brabus vezérlő, ami 174 lovat ad. Aha. Ami elvileg jobban is írható, én úgy tudom. És ez van megspékelve kicsikét. Aha. Na most a megspékelve kicsikét, az pontosan mit is akar jelenteni? Hát az tulajdonképpen meg van spékelve, figyeljétek. 246 ló volt a padon, amikor le tudtuk mérni úgymond normális körülmények körül. Várjál, most hadd kapjak a fejemhez itt. Ugye vannak Evoque, amik gyárilag olyan 250 és 300 ló között lehetnek nagyjából. Most ez az autó, ez a Mini Colt, ez is tud körülbelül 250 lóerőt? Körülbelül tud, igen. Az veszélyesnek tűnik. Igen, egy tonnához képest, igen. Igen, egy tonnához képest, elég veszélyesnek tűnik. Igen. Ha jól láttam itt a kis leírásból, a cél az, hogy 280-at is le tudjon adni. Igen, mert tulajdonképpen mi úgy terveztük, hogy le is tudná adni, csak ugye a sajnálatos módon a kuplunk kilépett a chatből. Tehát, hogy kéne neki egy Kevlar set, vagy egy Sinter, tehát aha. Igen, tehát most már nem elég neki ez. Mondjuk ez például ez a 280 ló, ez még nagyjából az az erőtartomány lehet, amit még egy első kerékhajtású autón is azért ugye elviselhetően kezelni képes az ember. Igen, de viszont ez a 250 körül is sem nagyon használhatós, tehát pályán nem igazán adja ki, de aha. Okosan kell vele játszani, és akkor elég jó kis szerkezet. A motorról konkrétan, ha jól olvastam, akkor ilyen kovácsolt belsős. Igen, kovácsolt hajtókaros, így van. De ez van, eredetileg ilyen, vagy ebben már csak valami csere történt, hogy ez ilyen most? Csere történt, de eredetileg is ugye kovácsolt hajtókarok voltak benne, csak az egy kicsit vékonynak találtam. Inkább kicseréltem benne, mint hogy egyszer meghajoljon nekem. Az nem túl vicces történet. Igen, az nem lett volna jó. Igen. Eredetileg ez milyen hengerűrtartalmú egység? Ez 1468. Aha. És 4G15 a motorkolja. Ez a 4G15-ös, aha. Ha kicsit jobban megnézzük ezt a motorblokkot, és kinyitunk egy 7-es, 8-as, 6-os, tök mindegy milyen Evoque-t, ugyanezt a hengerfélet látjuk, és ugyanezt a blokkot. Uh-huh. Tulajdonképpen ugyanaz a motorblokk, mint mondjuk az Evoque-nak, csak 500 kubcentivel kisebb. Aha. Meg plusz, annyi van benne, hogy ez még mivekes, azaz változó szerepvezérléses. Látom, toronymerevítő is van benne. Az gyári viszont. Ez most elég közel van a tűzfalhoz, de gondolom egy ilyen rövid tengelytávnál még ennyi is számít, hogy van. Hát a tűzfal, ha jól megnézed, ott még van vagy 20-30 cent. Tényleg, bocsánatot kell, hogy kérjek, igazad van, tényleg nagyon hátul van. Odébb van az. Látom, bandázsolt leömlők. Igen, a leömlő az kicsit portolva lett, tehát jobban meg lett furva belülről. Aha. Jobban áramoljon ki a kipufogógáz. Mióta van nálad ez az autó? Több mint egy éve van. Több mint egy éve. És azóta nyúzom, mint tuning alapjáraton, meg mintha napi használatos. Tehát ez napi használós is? Napi használós is, ez ennek így van. Ellenére, hogy egy ilyen teljesítményű kis méregzsák napi használós, körbenézve az autót, nagyon szép állapotban van, bár te említettél néhány sérülést, hibát rajta, ami miatt nem tökéletes, de nagyon szép állapotban van. Garázsban tartod, vagy szabad ég alatt áll? Garázsban tartom, garázsban többször, tartom. Igen. Aha. Igen. És mikor megláttad, hogy lesz itt Pécsett ez a jó kis japán autós esemény, akkor egyből tudtad, hogy jönnöd kell? Igen. Először úgy voltam vele,
hogy akkor kint a parkolóba elleszek, csak ide egy napra eljövünk, és akkor a Vukman Attilával beszéltem, vagy váltottunk pár e-mailt, és akkor megtetszett neki nagyon az autó, és akkor mondta, hogy a saját evói közé berakja ide itt a hangáron belüli hangárba, tehát ebbe a szobába. Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy hát viszontosíthatatlan ajánlat, hogy itt lehetek tulajdonképpen. És hát igazából el is érte a célját Attila is ezzel, mert valóban az Evo között nem csak mi, hanem itt minden látogató fölkapja a fejét erre a kis miniségre, és mindenki körbejárja, látszik itt a felvételeken is, hogy állandó figyelem alatt van az autód. Van-e még esetleg valami fontos dolog, ami kimaradt, és amit még elmondaná az autó? Hát amin még szerintem egész jó történet, hogy ha ide megnézed és megfogod a kis ujjadat, próbálnám meg ide berakni. Ez ki van méretezve rendesen. Igen, ez egy Evo 4-es fék. Aha, Evo 4-es fék. És az lett rászkálva. Aha, akkor gondolom meg tud állni az autó. Meg. Aha. Ezzel a 300 fölötti tárcsával már meg tud, igen. Igen, és akkor ami a rajta lévő Yokohama Advan, meg ilyen matricák, nem kamuk, mert ez Advan gumi. És csak Advan gumival jár. Nagyon szépen köszönjük, hogy ránk áldoztad ezt a néhány percet itt ezen a hosszúnak ígérkező hétvégén, és kívánunk balesetmentes és élvezetes kilométereket az autóhoz, és nagyon sok barátságos látogatót itt a helyszínen. Hát én köszönöm. Sziasztok! Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a Zöldpokol YouTube csatornájára. A többit meg nem mondom el, mert a videó közben úgy is láttátok. Következő videóig, sziasztok! Oh.